A videóban látható képek és szövegek eredetileg az 1964-ben megjelent rádióamatőr amatőr füzetei sorozat tranzisztor működése képekben egy című lapszámból származnak, a szöveget Kovács Ferenc, a rajzokat pedig Jári Gyula készítette. Harmadik fejezet Szennyezett félvezetők a tranzisztorok alapanyagául szennyezett félvezető kristályt használnak. Ebben a fejezetben a szennyezésnek a vezető képességére gyakorolt hatásával foglalkozunk. A félvezetők szennyezése annyit jelent, hogy a félvezetők, például a germánium alapanyagába idegen szennyező anyagot viszünk be. A szennyező atomok beépülnek a germánium kristályrácsába, vagyis helyenként a germánium atom helyét egy szennyező atom foglalja el. A szennyezésre használatos atomok két csoportba oszthatók. Az egyik csoport atomjaiban a legkülső elektronhéjon öt vegyérték elektron van. Ezeket donoratomoknak, a szennyezés magát donor vagy N-típusú szennyezésnek nevezzük, ilyen a foszfor, az arzén, a lítium és a stíbium. A donor a szokásos módon épül be a germánium kristályrácsába, tehát négy külső elektronja a kötéseket, az atomok összekapcsolását végzi. Az ötödik vegyérték elektron azonban nem tud beépülni ebbe a szerkezetbe, ezért lazán kapcsolódik az atommaghoz és könnyen le is tud szakadni. A leszakadó ötödik elektron ismét önállóan mozog a kristály belsejében, szabad elektronként viselkedik. A donoratomokból eredő ilyen szabad elektronok növelik a vezetőképességet, mert feszültség hatására a pozitív pólus felé vándorolnak. A szennyezés, vagyis a szennyező atomok számának növelésével nő a szabad elektronok száma, és ezzel növekszik a kristály vezetőképessége is. A szennyezés mértéke a valóságban igen kicsi. Gyakorlatilag több mint egy millió germániumatomra jut egyetlen szennyező, például arzénatom. A szennyező atomok másik csoportjába az úgynevezett akceptorok tartoznak. Ezeknek a külső elektronhéjon csupán három vegyérték elektronjuk van. Az akceptor anyagok, vagy más néven P-típusú szennyező anyagok közül legismertebbek a bor, az alumínium, a gallium és az indium. Ha akceptor atom épül be a germánium kristályrácsába, az atomok kapcsolódása egymáshoz hiányos. Mivel a negyedik kötés hiányos, a rács szerkezetben lyuk van. Ha valahonnan egy elektron beugrik erre az üres helyre, akkor az elcsalt elektron helyén keletkezik lyuk, vagyis a lyuk az elcsalt elektron helyére vándorol át. A szennyező atomokkal tehát szabad töltéshordozókat hozunk létre, mégpedig N-típusú szennyezéssel szabad elektronokat, P-típusú szennyezéssel szabad lyukakat. Akár N, akár P kristályról van szó, mindegyik kristályban mindkét töltéshordozó fajta megtalálható, de az egyik fajta túlsúlyban van, így N típusú félvezetőben lényegesen nagyobb a szabad elektronok, a P típusúban a lyukak száma. Ha a félvezető kristályra feszültséget kapcsolunk, a töltéshordozók vándorolni kezdenek. Az elektronok a pozitív, a lyukak a negatív pólus felé vándorolnak. A hordozók azonban nem csak külső feszültség hatására mozoghatnak. A vándorlást a diffúzió is okozhatja, ami nem más, mint a részecskék vándorlása a kisebb sűrűségű hely felé. A diffúzió szemléltetésére igen sok gyakorlati példát találunk. A vízbe lógatott hipermangános fokozatosan színezi el a vizet, mert az acskóból a hipermangán kidiffundál a vízbe. Hasonlít a diffúzióra például az a folyamat is, amikor a hűvösvölgyi nagy réten a kirándulók az egyik sarokból elindulva fokozatosan ellepik az egész területet. Ugyanilyen diffúzió áll elő a félvezető kristályban is, amikor az elektronokkal teli részekről az elektronok az üres helyek felé vándorolnak. Reméljük, tetszett ez a videó, és ha még szeretnél tanulni, akkor javasoljuk, hogy nézd meg, a félvezetők elmélete című videónkat, és iratkozz fel a csatornára, hogy le nem maradj a következő részről. Sziasztok!